Zöld alma, piros alma, a legkülönbözőbb fajtákat lehetett megkóstolni a csengeri almanapokon. Csak nem 100 éve termesztik Csenger aranyát a térségben. Azóta sokat változott a technológia. A Fruitweb szakmai szervezet elnöke szerint csak a korszerű gazdaságok tudják felvenni a versenyt a hazai és a külföldi termelőkkel. Versenytársakat kitiltani a piacról nem lehet, olyanok, mint a fociban a bíró, a pálya tartozékai. Nem lehet sem a lengyel almát, sem más beszállított importalmát kitiltani a hazai piacokról, versenyképessé kell tenni magunkat velük szemben. Ez kell a jégháló, az öntözés, a fagyvédelem, a nagyon nagy szaktudás, a munkaerő rendelkezésre állása, és ha mindez együtt van, akkor igazából már csak nagyon szervezett termelésre és értékesítésre lenne szükségünk, aminek szintén Magyarországon a magyar gazdák többsége hiány áll, összefogásban, szervezettségben még nagyon sok a pótolni valunk. Ha mindez együtt van, akkor lehet versenyképesen almát termeszteni. A rendezvény megnyitóján Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a helyi gazdaságok megerősítésével fejlődik a helyi társadalom is. Minden arról szól, hogy hogyan tudjuk a magyar vidéki életet élhetővé tenni, gazdaságossá tenni, és lelkületileg magyarnak megtartani. Mert azt gondolom, hogy a magyar nemzet jövője az a mostani vidéki hajszál gyökereken múlik. Fel tudjuk-e szívni azokat a tápanyagokat, hogyha már almáról beszélünk, ami ahhoz kell, hogy büszke magyarságunkkal Magyarország legyen még 1000 év múlva, és 1000 év múlva is magyarul tudjuk ezeket a köszöntő szavakat elmondani. A megnyitón Forján Zsolt, Csenger polgármestere segítséget kért a jelenlévő agrárminisztertől. Évtizedek óta szeretnénk egy feldolgozó üzemet itt ebben a városban. És azért fontos egy feldolgozó üzem, mert még emlékszünk arra, amikor az ipari almát Békés Csabára vitték el, és sokszor többe került a szállítási költség, mint a felvásárlási ár. A megnyitón kiderült, jókor és jó helyen fogalmazta meg a helyiek kérését a polgármester. Most is nyitva van egy olyan pályázati lehetőség, amellyel egy ilyen élelmiszeripari üzemet meg lehet építeni. Felezünk, magyar kormány is ad 1 forintot, és egy helyi vállalkozás is betesz 1 forintot, és már is meg lehet építeni ezt az üzemet. Ha hiszik, ha nem, akár 5 milliárd forintot is tudunk adni ahhoz, hogy egy nagyon komoly üzem megépítése meg tudjon valósulni. Tehát fogalmazhatok úgy, soha ilyen közel még nem állt Csenger ahhoz, hogy megvalósítsa ezt a feldolgozó üzemet. A miniszter azt is elmondta, fontos feladatuk a szakember utánpótlás biztosítása is. Bele kell tanítani a generációt ebben. Nagyon káros hatása volt annak a 50-60 évnek, amikor a gazdai lét alkalmazotti létté alakult. És egyszerűen nagyon nehéz a fiatalokat most arról meggyőzni, hogy itt karácsony szent napján is fel kell kelni, és az állatokat meg kell etetni. Tehát még azt mondom, hogy a növénytermesztés, a gyümölcstermesztés még kevesebb lemondással jár, mint egy állattenyésztés. Ott minden napot kell lenni, minden nap a jószágokkal kell lenni. És ezért fontos nagyon, hogy meglegyenek a fejű robotok, meglegyen az automatizált technológia, ami ezt a fizikai munkaerőt ki tudja váltani és ki tudja könnyíteni. Az almanapok szakmai tanácskozásain az is kiderült, hogy a közös agrárpolitika forrásainak nemzeti társfinanszírozási mértékét a kormány 80%-ra emelte fel, ami háromszor nagyobb összeg, mint a korábbi években volt.